Tisztelettel köszöntöm az ÉrTV nézőit. 148. adásunk legelején, íme képekben röviden mai kínálatunk. Érmelléki huszárokosító, iskola a Vatóbihar Diószegen, érkeserői lovasnapok, rövid hírek. Debreceni és érmelléki huszárcsapatok tagjai találkoztak a létavértesi álomzukban, hogy előadások, kölcsönös tapasztalatcsere és lovas bemutató révén hozzájáruljanak egymás fejlődéséhez. A Hajdú-Bihar megyei lovas és huszár hagyományőrző sport és kulturális egyesület szervezésében az elmúlt hétvégén lezajlott az 5. érmelléki huszárokosító a létavértes határában lévő Liget-Tanyai álomzukban. Hogy mit csinálnak a huszárok békeidőben, megtudhattuk a rendezvény házigazdájától, Csontos János egyesületi elnöktől. Békeidőben a huszárok azok felkészülnek, kiképzés van, és mint ahogy a mai nap is láttátok, tanulni kell és gyakorolni kell, hiszen nekik minden nap, amit most láttatok lovasprogramban, minden nap a kiképzés során 1-1,5 óra ilyen munka volt. És ezzel tudták olyan szintre hozni a saját katonai teljesítményüket, amivel a háborúban aktívan tudtak harcolni. Tehát mi pedig békeidőben kiállításokat szervezünk, különböző eseményeken veszünk részt itt Magyarországon, de a határon túl is, főleg az erdélyi székelyföldi huszárcsapatokkal és az érmelléki csapatokkal jó kapcsolatot ápolunk, és kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. A jó hangulatú találkozón a bihardiószegi, Hegyközszent Imrei hagyományőrzők és a hajdú-bihari huszárcsapatok is képviseltették magukat, akik a szombati nap látványos, bár laikus szemnek egyszerűnek tűnő lovas gyakorlatokat mutattak be Juhász Imre egyesületi alelnök huszár őrmester vezetésével. A gyakorlati továbbképzés után szakmai kiértékelőn hallhattunk a bemutató és a pénteki túra tapasztalatairól, illetve a lótartás felelősségéről is. Az Érkőbölkúti Rákóczi Lajos tanár úr előadásában kiemelte a gyakorlás a ló és lovasa közötti viszony fontosságát. Elmondta például, hogy egy huszár felvonulás sikere, balesetmentessége a huszárok képzettségén, összeszokottságától, illetve a lovak nagyfokú ismeretétől függ. Az érmelléken több településen vannak hagyományőrző csoportok. Hegyközszent Imrén a Vaj Ádám Kuruc generális nevét viselő hagyományőrző csoport, és ugye Bihardiószegen van a gróf Széchenyi István nevét viselő hagyományőrző csoport, hiszen a legnagyobb magyar Bihardiószegen volt 10 évig huszárhadnagy. És mi itt a határ erős oldalán a debreceni II. Honvéd huszárezred hagyományőrzői vagyunk, és arra gondoltunk, hogy ezeket a közösségeket érdemes néha egy találkozóra összehívni, és tényleg így van, mi ezt komolyan gondoljuk, hogy ismeretterjesztési célból akár adunk át olyan ismereteket, amelyek fontosak lehetnek a számukra. Mert azért ezt a hagyományt tényleg úgy kell őrizni, ahogy ez a nagykönyvbe meg van írva, és mi egy ilyen alkalommal előadásokat tartunk, lovas bemutatókat szervezünk, és mindazokat az ismereteket, amelyek úgy kellenek ehhez a munkához, ehhez a hagyományőrzéshez, ezt átadjuk. Ugyanis ezek az emberek mind főfoglalkozásban vagy asztalosok, vagy kovácsmesterek, vagy tanítók, vagy egyetemisták, vagy vállalkozók, és ezt a hobbijuk gyanánt csinálják ezt a munkát. A debreceni II. Honvéd ezrednek Koltói verbuváltja is van. 2013-ban voltak egy nagy túrán a debreceni huszárok, Koltóról indult a túra. Milyen lovas vagyok, én vittem nekik a szénát, meg egy kis pálinkát reggel teje helyett. És úgy elbeszélgettünk, és mondtam, nekem is van lovam, sőt lószállítom minden. És úgy besoroztak. Azt mondták, hogy besorozni való vagyok. 2014-be került oda, hogy azóta felvettek, és azóta ilyen felvonulásokra, rendezvényekre járunk, turákra. Máramoros turát csináltunk, a tavaly szerveztünk Nagybányára, Koltóról, a hegyekbe, ott éjszakáztunk, egy elég nehéz terepen, már a alföldi embereknek azt mondták, hogy ez valami durva, olyan helyeken jártunk. Az évente megrendezésre kerülő huszárokosítónak idei tematikája az első világháború eseményeire való megemlékezés.
1916-ban, 100 évvel ezelőtt volt a román betörés, ahol a magyar csapatokat Galíciából és benne a debreceni huszárokat is áthelyezték Maros megyébe, és Maros megye és Besztercze megye határán, a bukovinai határszakaszon őrizték a határt a debreceni huszárok, és mi ennek az emlékére augusztus 12-e és augusztus 24-e között 2 hetes lovas túrát szervezünk abba a térségbe. És ott több helyen emléktáblát állítunk, kopjafákat állítunk, és a mai tematika, tulajdonképpen a délutáni program, a lovas bemutatók után ennek a állít emléket. A szakmai kiértékelők és a finom bográcsos után Meleg Vilmos nagyváradi színművész emlékezett meg az első világháborúról. A debreceni második honvéd huszárezred történeteinek felelevenítésével. Majd 1916-2016 100 év emléke a Román Front címmel Somogyi Sándor tartott vetítéssel színesített előadást. Az 5. érmelléki huszárokosítónak idén is a létavértesi álomzúg, azaz a csontos birtok adott otthont. A hangulatos kis tanya távol a város zajától tökéletes helyszínek bizonyul már évek óta. Kialakításáról, elnevezéséről a tulajdonos kérdeztük. Az álomzúg egyébként egy földrajzi név, a Hortobágyon vannak ilyen település nevek, határészek elnevezve, mert egy patkó alakban, hogyha a kis dombocskát körülvette a víz, akkor a patkónak a nyitott végére, ha lefeküdt a pásztorember, akkor ott delelhetett vele a birkanyáj. Akkor ő nyugodtan feküdt, nem tudtak kijönni a birkák a víz miatt, és a birkák meg ott az emelkedőn aludtak. Ez volt az álomzúg, és ezért az én szülőfalomban van kis álomzúg, nagy álomzúg, ezek még mindig határneve. És akkor elneveztem annak idején ezt az egészet, mert van egy olyan hangulata, egy olyan nyugtató hangulat ennek a ligetes akác erdőnek. A hagyományőrző huszárcsapatok programjai, találkozásai mind-mind egy jó alkalmat biztosítanak a tanulásra, a továbbképzésre. És mindezeken túl a valamikori huszárság eszményét, fényét hirdetik, mely bátorságról, tisztességről, becsületességről szólt. Az egyik dicsőségről álmodott, boldogságról a másik, szerelemről a harmadik. Felejtést kaptak ők. De én a sírjukra gondolok, és felidézem őket, mindenik halmon gyújtok egy mécsest, s koszoromat elhelyezem, és békés álmokat kívánok mindeniknek. Szinte napra pontosan 2 évvel az alapkőletételt követően, május 8-án fel is avatták a Bihardiószegi kis utcában azt az after school típusú iskolát, melyben ma már 82 kisdiák tanul korszerű körülmények között. május 8-a minden bizonnyal beíródik Bihardiószeg történelem könyveibe, hisz 25 éves vágy teljesült, amikor e napon ünnepélyes keretek között hivatalosan átadták a tanítók és kisiskolások számára azt a vadonatúj iskolaépületet, melyet a vidékfejlesztési alap támogatásával sikerült megvalósítani. Pedagógusokból, diákokból és szülőkből álló szép számú megjelentet a baptista fúvózenekar zenéje fogadta, majd Kis Zoltán, helyi baptista lelkipásztor szólt az egybegyűltekhez. Mados Attila polgármester köszöntőjében elmondta, hogy elsőrangú kötelességének érzi azon feltételek megteremtését, melyek a szülőföldön való megmaradást és fejlődést segítik elő, s ennek egyik és legfontosabb alappillére a megfelelő körülmények között történő oktatás lehetőségének megteremtése. Az elöljáró szót ejtett a további tervekről, mely szerint egy szomszédos kert megvásárlásával sportpálya kialakítása is lehetségessé válik a jövőben, valamint arról is, hogy fontosnak tartja a már működő délutáni oktatás bővítését.
Pásztor Sándor vízügyi igazgató elismerését fejezte ki, hogy a most felavatott iskolaépület nem egy szokványos épülettömb, hanem egy jól megtervezett kivitelezésű, stílusában az Icsi kastéllyal harmonizáló építészeti alkotás, mely méltó körülményeket nyújt a minőségi oktatáshoz. A továbbiakban a legilletékesebbek léptek a színpadra, a bihardiószegi elemis diákok versekkel, énekekkel köszöntötték az új iskolát, és egyben köszönték meg mindazoknak, akik tettek azért, hogy ezután méltóbb körülmények között tanulhassanak. Bara László református tiszteletes a Jóisten áldását kérte a diákokra, pedagógusokra, szülőkre és az új iskolára, mely minden bizonnyal nagyon sokáig szolgálja majd bihardiószeg gyermekeit. Az áldást követően a Szömörce néptánc csoport moldvai táncokat mutatott be, majd a Haverok zenekar által előadott dalok csendültek. Bíró Rozália szenátorasszony elmondta, hogy ez a mai, az ünnep mellett a köszönet ideje is. Köszönet, mely a pedagógusok munkájáért, szülők és diákok kitartásáért, a közösségvezetés munkájáért jár. Merni kell álmodni a közösség javára, és akkor ilyen felemelő, jövőbe mutató eseményeknek lehetünk tanúi. Bízni kell abban, hogy lesz holnapunk, és az jobb lesz, mint a ma. Mados Attila bihardiószeg polgármestere e ünnepi keretek között adta át az iskola szimbolikus kulcsát Pataki Árpád igazgatónak, aki 25 év sorstalanságnak nevezte a bihardiószegi elemi oktatás elmúlt negyedszázadát, majd Mados Attila polgármesterrel, Bíró Rozália szenátorasszonnyal és Bara László református lelkipásztorral közösen örömmel vágta el a szimbolikus avatószallagot. Igyekeztünk úgy felszerelni, hogy minden követelményeknek megfeleljen. Tehát úgy számítógép minden osztályteremben, internet hozzáférési lehetőség, kivetítő vászon. Tehát magyarán mondva minden, ami egy mai szintű oktatáshoz szükségeltetik. Természetesen már a fejlesztésre irányuló további tervek is megfogalmazódtak. Abban a pillanatban, hogy le lesznek bontva a régi épületek, ott megkezdődik egy 4 tantermes épületnek az építése. Tehát remélhetőleg nem a következő tanév, a 2016-17-es, hanem a rákövetkező tanévben már újabb 80 gyerek fog örülni annak, hogy ténylegesen megfelelő körülmények, emberi körülmények között tanulhatnak. Milyen érzés önnek most itt állni az iskola átadását követően, látva a diákok, látva a kollégák örömét? Személy szerint én úgy éltem meg ezt az egész eseményt, hogy ténylegesen a legnagyobb öröm egy ember számára, hogyha ennyi embernek, ennyi gyereknek örömet tud szerezni. És az a bizakodás, az a lelkesedés, ahogy itt jöttek segítkezni, berendezni a termeket, ez leírhatatlan élmény volt számomra. A diákok szemmel követték az iskola falainak növekedését, s tanítóikkal közösen bíztak a projekt sikerében. Az az igazság, hogy mi végigkövettük az iskola építését. Tehát a gyerekek nap mint nap látták, az alapkőtől letéve, az alapoktól a falak húzásáig végig-végig látták, hogy hogyan épül az iskolájuk. Nagyon élvezték azt, hogy minden modern, szerintem a környéken egy ilyen modern iskola nincsen. Minden modernizálva van, onnantól kezdve, hogy videoprojektorunk van, amit nagyon élveznek, hogy ők videózni fognak, padjaink újak, tábláink újak, minden új, és minden... Nekik minden jó, ahhoz képest, hogy mibe jártak eddig. Május 9-től az új iskolába összesen 82 kisiskolás költözött be, s hogy mi a tanulók első benyomása a vadonatúj suliról. Nagyon örülök, hogy itt van, és hogy ilyen szép, nagy, osztálytermek, szebbek van. Nekem nagyon tetszik, azért, mert olyan új, és szépen meg van csinálva az egész terem. Nagyon örültem, amikor átadták ezt az iskolát, és nagyon izgultam, amikor fel kellett menni a színpadra. Énekeltem, néptáncoltam, és fogtam a szallagot. Nekem nagyon tetszik, attól különbözik, hogy itt van számcsi, van vetítő, és... hamarosan ki fogjuk próbálni, mert eddig nem volt áram.
Mi a tervetek? Jobban fogtok tanulni ebben a szép új iskolában, mint eddig? Igen, én legalábbis törekedek arra, hogy jobban tanuljak. Ennek az új iskolának az örömére. Május 7 és 8-án második alkalommal szerveztek lovasnapokat Érkesserűben. A rendezvény nyitónapján lovaglás, hintózás, ügyességi vetélkedők és szabadtéri diszkó nyújtott szórakozási lehetőséget a családok tagjainak, majd vasárnap a falu bejáratánál lévő focipályán rangos fogadhajtó verseny várta az érdeklődőket. Verőfényes májusi napsütésben, ám kalaprepítő szélben 8 fogat versenyzésével szervezték a második érkeserői térségi kettes fogathajtó bajnokságot. A lovasnap a Szentjobbi hagyományőrző huszárok vezetésével induló felvonulással kezdődött, amelyen a versenyző fogatok a helyi lovasokkal kiegészülve vonultak végig Érkeserű utcáin. A verseny helyszínén a szép számú megjelenteket elsőként a község alpolgármestere Dandé Otto köszöntötte, majd a verseny szakértő kommentátora és lebonyolítója, az Érköbölkúti Tulipán Sportegyesület elnöke Rákóczi Lajos vette át a szót. A fogadhajtás a lovassport operettje. Azon túl, hogy a ló a legnemesebb állat, miben nyilvánul ez meg? Hát ugye az operett is egy olyan műfaj, ami az opera és a prózai műfaj között van. Nagyon látványos, nagyon sokat a külsőségekre, és a fogadhajtás is ilyen, tehát egyik leglátványosabb sport, és a lovasportok közül a legköltségesebb sport. Tehát maga a felszerelés, maga a megjelenés, az egy akkora fajta eleganciát követel, úgy szokták mondani, hogy az arisztokrácia sportja volt valamikor a fogadhajtás. És ez ma is, ezt a fajta, hogy mondjam, patináját ma is őrzi. A sorshúzást és technikai megbeszélést követően a lovak közé csaphattak a versenyzők, nekivágva az első körnek, a jól kialakított 740 méter hosszú, 20 akadályt tartalmazó, 190 másodperc alapidejű versenypályának. Ebben a körben a Tulipán Egyesület színeiben versenyző székelyhidi Petru Fitero hajtó, Kobra és Nádor fogata bizonyult a legeredményesebbnek, amely Natalia Fitero segédhajtó közreműködésével jóval alapidőn belül teljesítette a pályát, csupán 6 hibapontot szerezve, melyet 2 labda leverése eredményezett. Második lett Szíki Sándor, Jákó Hodosi versenyző, a harmadik helyezésnek pedig C.G. Zsolt, nagyszalontai hajtó örülhetett. Délutáni vadászhajtásban is a már említett 3 hajtó osztozott a dobogó fokain. Ekkor a legjobb időt a nagyszalontai C.G. Zsolt hajtotta Kaszinó és Niagara lovaival, Major Imre Zsolt segédhajtó közreműködésével, második lett Szíki Sándor, Jákó Hodosi versenyző, harmadik helyezést pedig a székelyhidi Petru Fitero és fogata érdemelte ki. A díjakat, serlegeket és okleveleket az arra érdemeseknek Nyíri Sándor kiskereki község polgármestere és Dandé Otto alpolgármester adták át, majd köszönet illette a 2 napos lovasfesztivál megálmodóit és segítőit is. Fél mezőnnyel és fél gőzzel indultunk. Fél mezővel azért, mert nagyon torlódtak az események, most van a Fábián Sevesiéni nemzetközi ákategóriás fogadhajtó verseny Magyarországon is, és jó része a fogatosoknak ott teljesít, az itteni fogatosoknak. Másrészt pedig azért fél, tehát fél létszámmal, és másképp pedig azért fél gőzzel, mert végülis ez az első verseny megmérettetnek, hogy hogyan voltak a lovak átmozgatva télen, és ugye minden ló csak annyit tud teljesíteni, amennyit volt vele foglalkozva. Ez egy főpróbája annak, ami ezután fog következni, és azok a lovak, amelyekkel folyamatosan dolgoztak, azok a pályán is teljesítenek, amelyekkel pedig nem azzal, pedig jobban kell figyelni a továbbiakban.
Egy eredményes kettes fogat létrejöttéhez szükséges a ló és ember közötti kölcsönös megértés, a bizalom, a barátság, a harmónia létezése, az ideg és izom összhangján alapuló ügyesség, erő, gyorsaság és kitartás mind a hajtó, mind a lovak részéről. Az Érkeserűben második alkalommal megrendezett fogadhajtó bajnokság igen népszerűnek bizonyult, hisz a falubelieken túl az érmellék minden szegletéből érkeztek érdeklődők. A tizedik hely megtartásáért játszott a Hegykösszentmiklósi Toldi a megyei labdarúgó bajnokság 24. fordulójában. Rév azzal a tudattal fogadta az érmellékieket, ha esetleg nyernek, akkor előznek a tabellán. Ennek megfelelően kezdtek a vendéglátók, előbb 11-esből, majd egy lesgyanús helyzetből találtak be, 2-0-ás előnnyel vonultak az öltözőbe. A meccs krónikájához az is hozzátartozik, hogy a szentmiklósiak kapujában egy mezőnyjátékos állt, bár ez egyáltalán nem látszott a teljesítményén, többször is remekül avatkozott játékba. A második félidőben nagyobb fokozatra kapcsolt a Toldi, sikerült is egyenlíteniük. Sajnos azonban mintegy 10 perccel a vége előtt újra betaláltak a hazaiak, beállítva a 3-2-es végeredményt. A székelydi törekvés talán sokak meglepetésére Mezőtelekdről is ponttal tért haza, 0-0 lett a vége, így továbbra is stabilan állnak az 5. helyen. A következő hétvégi fordulóban Szentmiklósra az egyik bajnoki esélyes Fújyi Vásárhely látogat, Székelyhíd pedig Sonkolyost fogadja. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Új adással, mint ahogy azt már megszokhatták, jövő hét pénteken jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. A viszontlátásra!